Kovács Ferenc, mögötte Grosics Gyula, aztán Lórány Gyula, Hidegkúti Rándor, Buzánszky Jenő, Zakariás József, Lankos Mihály, Tóth Kettő József, Bozsik József, Tibor Zoltán és végül Kocsis Sándor mosolygós arca. Pillanatok alatt itt az újabb gól! Tóth Kettő rászadott a labdára, gól! Bent van a hálóban, Tóth is, de a labda is. Nem tudom, merik, de Cambridge-i vagy Oxfordi a kiejtése, de annyi tény, hogy az ötödik magyar gólban ő is benne volt. Hajrá magyarok, zendzunk a bíztatára! Tóth Kettő, a válogatott újonca, pompásan cselez. A mérkőzés azt mutatta, hogy ismét kitűnő formában vannak legjobbjaink. Szerény fiatal ember a kis Tóth. Szelíd és szolid. Nem sztár típus. Kölyök korában lépett be a klubjába, azóta is ott játszik, soha nem kacérkodott más csapattal, nem cserélt együttest. Kisinas korától kezdve a Csepeli gyárban dolgozik. Először esztergályos volt, ma már tisztviselő. 25 éves. Mersevátról való vagyok, mondja. Ott van Celldömölk közelében. Újra és újra a magyarok lendülnek támadásba. Bozsik Tóth Kettőhöz játszik. Onnan Hidegkutihoz kerül a labda, majd ismét Tóth Kettőé, és szélsebes jobbszélsőnk lövése nyomán hetedszer repül a német hál. Újra kezdenek az olaszok. A magyar fiúk remekül küzdenek. Megint Bozsiki a labda. Bozsik előre dobja, megindul a magyar támadó gépezet. Ott van Tóth Kettőnél, az örökmozgó jobb szélsőnél a labda. Elhúz vele, egysel, még mindig az övé a labda. Aztán tovább gurítja előre Ciborhoz. Cibor kijött egészen a jobb szélső helyére. Ott megeteti az olasz védőket. Szépen visszafelé fut a labdával. Cibor másodpercé ezek újabb ragyogó csel. Aztán befelé ível, kocsi csúsztatja tovább. Tóth Kettőnél a labda, Tóth Kettőnél gól! Most már biztos a győzelem. 31 év után újra legyőztük Budapesten az olasz válogatottat.
Ismét zsúfolt a Népstadion. Nem csoda, hiszen a nagy ellenfél az osztrák verő skót válogatott első ízben szerepel hazánkban. Balról a magyar, jobbról a skót játékosok. A vörösmedes magyar játékosok között Kocsis Sándor, az utolsó játékosunk mosoly. Kocsis Sándor, Bozsik József, Lantos Mihály, Fenyvesi Máté, Várhidi Pál, Kollinsz a jobb összekötő húzódik ki a bal oldalra, ügyes csellel megy el, szépen gurítja befelé a labdát. Robertson a bal összekötő kapja, ő befelé vágja, Várhidi azonban biztos lábbal rombol. A skót csapat támadósora lendül most előre, Kauli a bal fekezet hozza föl a labdát, viszi föl, a magyar szélsőre gurítja, aztán előre, és pedig Ryan-nak a sarokkal továbbítja, Lidlhez a balat, és ő befelé vágja, Szolt közbejöttével, mégis Riley elé vágódik a labda. Riley nagy harcban van Várhidivel, Puskás hibára, aztán látja, hogy Fenyvesi üres újra nekiadja, de a skót védelem diktálni tud. A másik oldalon Várhidi kényszerül, rombolás. Robertson kapja a labdát, majd középre kerül, Várhidi azonban a középcsatár orra elől elviszi a labdát. Puskási lett, Puskás a magyar térféről indítja el a magyar ötöskomba támadását, Palotás, majd Hidegkuti a labda útja, aztán Kocsisé, Kocsis szépen visszatolja újra Hidegkuti elé, aztán megint Kocsisé, Puskás kapja a labdát, lövés, de Janger kapus védeni tud. Remek akció, remek lövés és nagyszerű védés. Most is milyen szépen, elegánsan szerel Várhidi a magyar csapat középhátvédje. Rögtön balra küldi a labdát, és most a diósgyőri Pál szélsebesen fut előre. Aztán benn van a labda középütt Albertnél, majd Göröcs kapja, Göröcs jobban lő, gól! 1-0 a magyar olimpiai csapat javára.